Szavaztok! Szavaztok, srácok! Képzeljétek el, itt vagyok most, Szerbiába! Igen, igen, ez most már nemzetközivé nőtte magát a csatorna. Az azt jelenti, hogy most már több országban vagyunk, terjeszkedünk, hát egy globális cégként működök. Egyébként nem, nehogy elhiggyétek, de szó se igaz ebből. Van itt egy verseny Szerbiában, azért jöttünk ide, én azért vagyok itt. Ha már itt vagyok, akkor gondoltam, hogy úgy megkóstolnám egy szerb ételeket, hogy mi is az? Van egyáltalán szerb konyha? Van egy szerb kultúra? Itt szerencsére vannak helyi versenyzők, akikkel megismerkedtek majd, és bevezetnek engem, itt van egy ilyen étterem, ahol megvendégelték a versenyzőket, ezúton is köszönjük szépen nekik. Itt megpróbáltak nekünk ilyen helyi specialitásokat, vagy ilyen igazából ilyen ismertebb szerb ételeket készíteni, és akkor ezt fogjuk megkóstolni. Hát tartsatok velünk, illetve hát ugye verseny is lesz, mint mondtam. A kaja után lesz egy verseny, de azt nem fogjátok most látni, mert ugye hát az ennek ugye tulajdonjogai, stb. Én ezt nem tudom most itt nektek lejátszani, meg fölvenni sem, mert egyedül vagyok. Én nagyon remélem, hogy lesz rajta csevap, mert azért a szerbek is elég büszkék a csevapjukra egyébként. Szóval feltételezhetően lesz. Nekem valamiért a szerb konyha az egy burek, egyelő burek. Ez nem tudom miért van így nálam. Burek az inkább ilyen egyszerű, piaci, majdnem is szinte street food étel. Na most, ahova megyünk, az nem az lesz. Hát de mindegy, megnézzük, tartsatok velem. Én sem tudok sok mindent, hogy hova megyünk, meg mi lesz. Ez egy rejtély számomra is. Gyertek, és akkor nézzük meg, hogy mit esznek a szerbek. Szavaztok! Hello! Szerbül hogy van a hello? Úgyhogy hello? Úgyhogy hello. De mondhatjuk dobardán. 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 Ő egyébként Szerbiából érkezett, de hát nyilván magyar vagy. De igen, igen, de Miklós érkezett inkább Magyarországról és Szabadkára, Szerbiába. Igen, 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 igen. Lengyel Péter vagyok. Lengyel Péter. Ő már volt nálunk versenyen, láthattátok szerintem, de bevágok ide pár jelenetet, ahol esetleg ahonnan ismerhetitek tőlünk. Mióta foglalkozom, hogy erős ember sporttal? Már régóta, nem? Erős ember sporttal, hát úgy 4 éve. 4 éve? De ha konkrétan ezt a sportot mondjuk. Tehát otthon fabrikáltam ilyen szerszámokat, minden. Egyébként ilyen erőemelés, mert azt csináltad, nem? Ó, hát az már legalább, ne hazudjak, 21. évben dolgozok súlyokkal. Na így mondom, 21 éve dolgozok. Akkor nehéz fizikai sportot üzem. Úgy szoktam nevezni, hogy nehéz atlétika. Nehéz atlétika, nehéz atlétika, az a mi sportágunk. És mennyire áll közel hozzád a gasztronómia? Hát nagyon szeretek enni. Szoktál főzni, tudsz amúgy, vagy nem? Szoktál? Hát figyelj, grill kajákat, azokat nagyon jól tudom. Jó, egyébként az valahogy ember vérében van, nem? Így a férfiaknak amúgy is ez a tűzön meg a parázs. Azt imádom én nálam. Ahogy öregszem, úgy bennem van az, hogy ne menjünk-e piálni. Na most ez itt belenyomott alatba a Covid helyzet is, de gyerünk inkább, együnk. És jobban szeretem az, amikor beüt a kajakóba, mint ha most csatarészekre innen magam, és akkor az kurva jó. És pláne, én készítem el ott, vágom a csirkét. Pácolod a fűszereket. Pácolom, és akkor na most ez. Szerintem egyébként a maga az izom elfáradás, az izom láz, ez egy marha jó érzés, én nagyon szerettem mindig. Persze. Akkor bedurransz, meg kiéhsz, tudod, és ez ilyen eufórikus kicsit. Meg a másik a kaja. Ezzel lehet elérni számomra ezeket a jó érzéseket. Hát egyelőre leves kaptunk, de hát szerint ez egy ilyen sima, ilyen... Sima házi... Ilyen húslevesnek tűnik, de ilyen csontleves. Igen, csontleves-szerű. Húsleves ebbe, ezt ilyen... nem részletezném. Akkor ezt engedjük el. Engedjük el, amúgy sem vagyok annyira leveses. Habár ahogy öregszem, ez inkább... De... Itt van valami... Ez mi? Mi? Mire gondolsz? Ez? Igen. Ez sült paprika, kérlek szépen. De mi van rajta? Fokhagymával. De viszont van Szerbiában egy módszer. De ahogy mész le délebre, annál finomabban csinálják ezt meg. Mondjuk a Szabadkán is van egy módszer. Attól függ, milyen szakács csinálta. Általában nem ilyen színűből szokták, hanem pirosból. Ajvárban is csinálják ugye azt, hogy megrillezik, lehúzzák, és azt bepépesítik. Az bepépesítik, az egy kicsit más folyamat.
De ez direkt sült paprika. Le van ez is húzva, hártyázva gondolom? Nincs lehártyázva. Nincs lehártyázva, de mondom, fokhagymával van ízesítve, de megvan itt a módszer. Van benne valami töltelék, vagy ez csak így? Nem. Nem kell, hogy legyen bele töltelék. És ez ilyen fokhagymás dolog? Fokhagymás, az maga be van, az már pácolva. Na? Egyszerű sült paprika. Ez csípős paprika. Azt nem mondták. Ez csípős paprika, gyerekek. Merre? Ezt édesből szokták? Ja. Nem vészes, hát ez egy ilyen hegyes erős jellegű paprika. Rátolták a fokhagymát, de ez csípős paprika. Na. Nem, az nem ebből szokták? Nem. Kimondottan nem. Na akkor nézzük meg, hogy ez mi, amit kihoztak még. Ez micsoda? Saláta. Hát most Miklós, saláta? Miklós meg én. Ha nem kapunk kaját? Nemzetközi verseny. De várjál, van még... Van, Matyó még tessék, az majd a szeretet. Az mit szerint... mondtál rá, Matyó? Matyó, persze. Matyó? Az, Matyó, nem tudom én. De ez ilyen tartármártás, vagy nem tudom? Tartármártás szerintem. Aha, ez tartár. Tartár. Mondjak erről valamit, vagy meg valami? Hát nem tudom, mert mit lehet erről? Mit tudsz erről valamit mondani? Hát azért mondok valamit, ha megkérdeztük, akkor mondom. Jó. Az a neve, hogy Sopska saláta. Na. Jó, hogy ez ennyire konkrét? Én azt hittem, hogy csak így össze vannak dobálva, vagy valami. Hát össze vannak dobálva, de az a neve, hogy Sopska saláta. Benne van, tehát az, hogy... Ezen is van csípős paprika, hogyha jól látom. Hát most a csípős, most ez nem kötelező paprika. Van egy... Ez... Túró sajt, inkább ilyen átmenet. Tehát most neked, hogy is mondjam, szerintem a mozzarellához hasonlítanám, vagy a fetához. Szóval most beszoktak, a magyar konyhákban szoktuk ugye a salátákat, az a édesen fogyasztok. Ez sós. Tehát van benne paprika, van benne paradicsom, uborka, saláta, káposzta, ha van. Ennyi. Esetleg még szoktak olajbogyót is, de az nem az eredeti szebb, és hagyma. Ugye az aljától... Igen, hát persze, az egész úgy matyót vett ki, és akkor a sajtot rakjál rá, még még egy kis sajtot. És akkor, na most úgy. Ez jó. Na, igen, ez inkább ez a... Ez nem édes. Egyáltalán nem. Maga a sajt miatt. Igen. Mondom. Ilyen savas. Ami a legérdekesebb, az ez a sajt dolog. Hogy... Az mint a krém sajt lenne amúgy olyan. Igen, én a fetára mondanám, de... Igen, mert sós is, szóval ez a sósabb. Mert a feta az is azért ilyen sós. Ja. Hát ez azért lehet, hogy egyedül bevállalnám egy jobb napokon amúgy. Egy de jobb napon. Nem bírnám meg. Nem én? Nem. Na szóval... Mit látunk a képernyőn? Gasztro Péter. Ja. Ezek... Szóval... Muszáj, így. Amiről beszélünk, azt együk is szerintem. Várj. Nem várj. Először csevap. A csevap, amit te is csináltál, a csevap. Az a baj, hogy vajdaság, hát szabad, igen, ha nem szerbek készíti, de az igazi csevap az Boszniából származik, és nem ekkora. Igen. Tudod, mekkora az igazi csevap? Hát az ilyen nagy, nem? Az igen, ekkora. Mint egy virsli, mint egy kolbász. Megvan egy arány, a bárány és a marha húsnak a megfelelő aránya. Bárányzsírba is kell, az is bele kell tunkolni. És akkor most várja, hogy akkor nálatok, meg, vagy itt a szerbeknél meg ilyen pici, itt lekicsinyítették. Hát itt lekicsinyítették, ja. És akkor ebben is valószínű több hús van, többféle. Kötelezően a bárány és marha is, semmi más nem szabad. Ha jó, sűrű. Nem tudom, mert ugye én csináltam már így otthon, de hát nyilván az nem az igazi. Na. Hú, de grillíze van, mint aki, ezt szerintem faszán elsütötték. Nem azt gondolom. Hogy ebben van-e disznó? Van. Egy minimális. De ebben nem szabad legyen egy gram disznónak se. Nem? Nem. Tilos, mivel az muszlimán étel valójában. Jó. Amúgy meg, még egy hibát csináltak. Raktak bele paprikát. Látod? Nem szabad. Ó, ez ilyen hagymányom? És ja, másik dolog. Ha eszel csevapot, se nem Sopska saláta, se nem paprika, kizárólag igen. Házi lepény, és csak kis hagyma. Semmi más. Itt is amúgy, hát az gyakorlatilag az nyers hagyma egyébként. Csak, hát de nyers, más nem kell mondanom, csak hagyma, ennyi, vége. Következő, ez mi? Hát, ez ugyanaz szerintem, nem? Csak ez ilyen, hát ez ilyen darált húsos valami, nem? Én ez a piaszkavica akar lenni, biztos 100%. Ati? Micsoda? Piaszkavica. Szerinted az? Csak hát a piaszkavica. Most megtanítom. Piaszkavica. Elrakok egy kis tartát. Csak az a gáz, hogy az igazi piaszkavica az akkora, mint a tányér. Ez a kerülete. Ez tetszik.
Igen, az olyan nagy. Igen. De? De ez ugyanaz egyébként, mint a, szóval ugyanolyan a állag nagyjából. Mondjuk ebben nincsen paprika, meg ilyenek, szóval ez más egy picikét, de színhús. Szintén nem szabad vele disznót tenni. Több a bors? Hm? Igen, valahogy nincs benne annyi minden, meg, vagy nem tudom. Vele. Nekem van. De csevapütősebb. Ezt jobban szeretem. De... És akkor ez milyen húsból van? Ugyanaz a összetétel, mint a csevap, csak a fűszerezés kicsit más, és a marha disznó aránya. Marha, bocsánat, marha bárány aránya. Grillkolbász, gondolom, ez se annyira extra dolog, nem? Grillkolbász. Grillkolbász, mint minden máshol. De ez viszont várj, ez mi ez? Itt van valami. Ez máj? Ez lehet, hogy nem lehet, hogy máj? De. Ez máj. Uh-huh. Biztos, hogy máj. És az is biztos, hogy nem csirke. Nem ez a bárány? Érdekes. Nem ilyen tipikus máj ízű. Tudod mi a tuti? A bárány töke. Ez az. Nem, de mondom, az a tuti. Igen. Csak kurva nehéz beszerezni. Ha meg gondolom, küzd érte ő is, hogy ővé maradjon. Milyen máj? Makocsol? Ez nem disznó. Szerintem sem. Nem. Nem. Ez nem sertés, meg egyébként nem. Színre is egyébként nem. Más. Meg kicsit ilyen zöldesebb árnyalata van. Ja. Mi az? Ez. Én rámondom, hogy bárány. Bárány? Szerintem karaj. Ez egy karaj. Egy lesültött karaj darab. Meg itt is. Majd én az is, arra jó. Is kell mondani. Meg engem ez érdekel, hogy ez mi lehet ez a nyárs, meg ez a töltött dolog. A szerb úgy mondják, hogy mondom szerb, Demjani Suvi Vrat. Az azt jelenti, hogy füstölt sertésnyak. Szóval füstölt, mégében füstölt sertésnyak. De a füstöt nem nagyon érzem. Viszont... Viszont nem száraz a hús? Viszont nem száraz a hús. Nem úgy, mint amit én csináltam ugye a tévében. Ne, illetve a tarja, de ez nem tarja. Nem, én is karajt csináltam. Karaj az nagyon hamar kiszárad, mert ez egy nagyon száraz hús. Azt tudod, azt anya szokta csinálni otthon, tehát ott a procedúra, tehát megpuhítja előbb. Szerintem beszéljünk következőnek erről a dologról. Ez több darabból áll? Ja, ez több darabos. Ugyanaz a hús. Na jó. Ez izé rablóhús, ez a nyás. Mi ez a saskik? Akkor ugyanaz. Magyaroknál igen. Azt hiszem, hogy disznó. Vagy marha. Ez is egy száraz hús. Igen, elég száraz, nem, szóval. Nem fűznék hozzá több monológot. Szerintem az tarja lesz. Ha lenne egy tippem. Szerintem is. Szóval ez egy göngyölt, töltött... Hát mire gondolsz te így most... Pulykára gondolok. Nem, mire gondolsz te csak úgy, hogy na, mire hasonlít... Gordon Bleu. Természetesen. Ez az. Akkor mondjuk azt, hogy a szerb Gordon Bleu. Az igazi Gordon Bleu az csirkéből van. Csirkéből van. Én úgy tudom, csirkemellből, és az van megtöltve sajttal, sonkával. Azt is elmondom, szerb, Kara Gyorgyeva Snisle. Tehát olyan sniszta, mint szelet. Kara Gyorgyevói szelet. Azzal, hogy ez jóval nagyobb, mint a Cordon Bleu, tehát nem az most, hogy most csináljunk egy extra vagy Cordon Bleu-t. Az eredeti, az disznóból költ, a sertésnek. És benne ugye sajt, hát szoktak bele, kell, hogy legyen benne sajt, kell bele még sonka is. Köszönjük egyet, megmutatom egy közelről. Kell lenne, de én mondom, ha van benne sonka, van benne sonka. Van. Sajt, sonka. Uh-huh. Szóval akkor ez egy kicsit ilyen fölturbózott Cordon Bleu. Kara Gyorgyevói szelet. Kara Gyorgyevska. Kara Gyorgyevska. Snisla. 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 Kara Gyorgyevska, Snisla. Azt erről még nem mondtam. Hogy? Ami neked mondják máshol saslik, meg nem tudom micsoda. Elmész ide egy terembe, mondod, hogy zsica. 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 Most a zsica az meg az drótna. Drót. Ez a drót. Másfél óra múlva kezdünk, úgyhogy... Jól lenne nem enni most már. Ezt így befejezzük. Viszont verseny után én nagyon megkóstolnám a bureket, mert én úgy indultam el otthonról, hogy ha már eljövök Szerbiába, akkor egy bureket szeretném megkóstolni, egy igazi szerb bureket, ami lehet, hogy nem is szerb, mint ahogy kiderült. Akkor jöhet a verseny. Jöhet a verseny. Azt most nem fogjátok látni, mert az majd később lesz, és ott ellenfelek leszünk, szóval ott már egyébként öklözni fogunk, meg ilyenek, ugye? Halál. Birkózni. Ó, köszönjük! El is felejtettük, hogy kaptunk palit. Jó, ezek is ilyen minik, nem? Elég töltelékes. Töltelékes, de ilyen pici. Mondjuk ezt így, hát... Az a bajban, az nekem nem tudok úgy se ellenállni neki.
Muszáj, hát... Palacsinta is ezért tradicionális szerbéta? Hát, na, palacsinta. Szerinted nem tudom, van olyan ország vagy olyan nemzet, aminek nincsen ilyen palacsinta-szerű desszertje? Nem, kb. Mindenhol csinálnak. Annyira globalizált, tehát az egész gasztronómia, hogy mindenhol minden van. Aha. Látjátok, azért ki lettem kerázva, sajnálatos módon nem sikerült bureket ennem, mert nagyon későn lett vége a versenynek, nagyon-nagyon sokáig elhúzódott egyébként, viszont úgy döntöttem, hogy csinálok egy sajátot, illetve meghívom Tibit, lassan egyébként ő is érkezik, vele is megkóstoltatom, illetve amiket kaptam Szerbiába chili szószokat, azokat így megkóstolgatjuk mellé, hogy vajon a szerb csilik is finomak-e? Legalább annyira, mint az igazi egri magyar chili. A burekhez kell egy műanyag tál. Ez most egy ilyen túrós kapros fokhagymás burek lesz. Sima boltban kapható rétes tésztával fogom ezt egyébként most csinálni, mert hát ez így már nem az igazi, én is tudom, meg hát biztos, hogy vagyok benne, hogy ott a mámmák ott kint Szerbiában, azok biztos jól elvernék a valagam, de szerintem ez is fincsi lesz. Nem hiszem, hogy lesz belőle probléma. Az első lépés, hogy a hozzávalókat összeborítjuk ebbe a tálba. Bele applikáljuk a túrókat, megy bele a jutúró, tehén túró is. Szerintem ez ilyen. Hát én most csinálok jó sok tölteléket, azt meglátjuk, mennyi jön ki belőle. Úgy, fej föl. Szerintem egy egész ilyen tubus belemehet. Hát egy kettő tojást beleütünk. Legyen három, miért ne? Három magyar igazság, nem? Só, mehet bele kapor. Én most ilyen őrölt, hát nyilván a friss az igazi, de nekem most ilyen őrölt kaprom van csak. Úgy, még egy kis bors. Maradjunk meg a hármas számnál, mehet bele három fokhagyma reszelve. Közben én már olvasztottam fel egyébként vajat, illetve megvan a forma, ez most nem kerek lesz, hanem ilyen kocka. Itt van a vajam, kicsit kivajazom a tepsit is, nehogy itt bele tapadjon. Fogunk réteslapot, mondtam én, ez most bolti, tehát életben nem csinál, azt sem tudom, hogy csinálják a rétes tésztát. Lapot kicsit megvajazom. Uha. Kitöltök egy kis tölteléket, így. Akkor két oldalát egy kicsit ráhajtom. Így, így, és elindulunk innen, így. És akkor ezt így végigrakjuk szépen. Igazából most már egy össze vannak rakva, úgy néznek ki, mint egy kis palacsinták. Ezt egyébként én úgy látom, hogy leginkább ezt ilyen kör alakú sütőformába rakják, és úgy ilyen kör alakúba sütik. Ezt is meg kellene bajjal egyébként. Jó, bőségesen. Kész lett a izém, a burekem, itt van Tibi. Amúgy, lecsekkoljuk. Hogy mutatkozom a nézőknek. A meglepetés vendég vagyok. Ja, a meglepetés vendég. Igen, gondoltam, hogy belekóstolhatom meg, hogyha mérgező vagy ehetetlen, ugye akkor ne én legyek. Ugye te vagy a király. Nem néz ki rosszul amúgy, királyi kóstoló. Esküszöm neked. Picit odaéget. Nagyon kicsit a tetejére. Engem ez nem... Engem sem. Na, vágjuk föl. Ettél a bureket? Nem, soha. De egyébként nem hiszem, hogy ez lesz. Hogy nehéz lesz pontozni, azt se tudjuk, hogy milyennek. Nem hiszem, hogy ez lesz a legjobb dolog, amit valaha ettél, megmondom őszintén. Hát így. De figyelj, amúgy
Így, mint egy falatokban. Alja, az kicsit puha lett, nem tudom, nem kell tanácsulni? Nem tudom. Hát kóstoljuk meg. Nézzük meg. Elmondom neked, hogy nem is rossz. Na jó. Majd, hogy nem inkább sós. Kapros, mint az állat, nekem bejön. Szerbiában mondták, hogy már burekből rengetegféle van. Van már édes. Csináltak már ilyen desszertet is belőle képzelem. A egyébként ez jó meglaktam egyébként az éve cuccal. Ja. De nem rossz. Ez jó. Ez nem édességnek kell lenni. Na. Tól látjátok a közepét. Azért van benne anyag. Eredeti burek az nem is szerb, hanem... Hú, valami mondott még, ott lejjebb valahol. Balkánibb. Ah, igen, ez egy balkánibb dolog. Elég volt, nem rossz. Zsír. A másik olyan dolog, ami történt Szerbiában, az az, hogy képzeld el, oda jött hozzám egy srác, ugye kezembe nyomta, hogy fogadjam szeretettel, ezt ők ott lent szerbeknél csinálják, ezt a chili szettet. Kis minimalista dizájn, jó? Nekem tetszik. Kínos. Ők egyébként GK's Hot Pepper Sauce. Ha? Megkóstoljuk igazából. Sose hallottam róluk, megmondom őszintén. Nem promóció, nem reklám. Nem promóció. Engedélyt is kaptam egyébként a chili ártól, hogy megmutathatom, úgyhogy nem járunk tilosba. Van valami hasonlítási alap amúgy, néha szerintem ilyen is kell tudni. Megnézzük, hogy jobb-e, mint a jó magyar chili. Ennyi. Kinyitjuk. Jól néz ki a dizájn amúgy. Nagyon jól meg van csinálva ez a fadoboz amúgy. Ja. Csináltam egyébként ilyen leveles tésztába tekert mini virsliket. Ez lesz egyébként így a kóstoláshoz. A gurmé. Vagy egyébként kiskanállal külön is lehet kóstolni. De gondoltam, hogy maradt leveles tészta, vagy a rétes tészta ugye a burekből. Mondom, hogy akkor már... Elfalatozott valamivel. Valami legyen. Szerintem ez lesz a legizébb. Nézd, az volt a leggyengébb, ja. Méghozzá ez tuti jalapenyós, mivel zöld. Aha. Green jalapeno, ecet, fokhagyma, onion, hagyma, ja, hagyma, fokhagyma, cukor. Hát akkor ez egy ilyen sima jalapeno. Ez egy light, ilyen, ja. Tacoszószos cucc lehet. Ilyen salátákhoz szerintem ilyen faint. Vagyok elég sűrű, azért nem egy ilyen folyós, mint amihez hozzászoktunk. Ja, nem egy izé barbecue szószos. Ilyen, mint a babapép, ugye olyan? Na nézzük. Na. Ez finom. Ez nem csípős, ez finom. Ez adja. Nekem ez csíp. Nekem is csíp, hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem, de finom. Azért ez már ilyen pikáris. De meglepően tudom, milyen finom. Nagyon jó. Az, hogy ez... Nem ilyen savanykás, mint ahogy megszoktuk a jalapenyónál, hanem inkább fűszeres, édesebb. Vagy fűszeres, nem is tudom, milyen fűszer lehet benne, de finom. Tényleg jó amúgy. De csíp. Lehet, hogy mizém le fog gyilkolni minket, tudod, az egyetlen egy dolog megöl az a szerb. Nézzük a kettest. Red jalapeno. Piros jalapeno. Hmm? Az a zöld, ez meg a piros? Igen. Hát de nagyjából ugyanaz, mert nézd meg, cukor, ecet, olaj. Nagyjából egyébként ugyanaz lehet a fűszerezés szerintem, nem tudom, ízre. Jaj, azt csípősségre is. Azt hittem, nem tudom kibontani. Jaj, de segíts rá, mi? De nagyon szép a színe. Ez a szép sárga, hogy nem ez a csúnya sárga, hanem ez a kedvesebb sárga, ugye? Aha. És megint szintén nagyon sűrű. Jó, az íze is. Mintha répa lenne benne, olyan nagyotó íze van, hogy nem is tudom. Neked már durva. A zöld erősebb volt szerintem. Aha, szerintem is ez gyengébb egy kicsit. Ez egy picit gyengébb. Jó, mondjuk elvileg ugyanazon a szinten vannak. Színskálán vannak, igen. Itt már sötétedik a szín. Ja, meg itt már van egy lánggal több. Brown habanero, az a Yolokia, Seven Pot, Moruga, Scorpio. Ne! És ez a hármas. Ne! Ez a hármas. Egyébként bocsi, hogyha háttérbe szűrődnek ilyen sikolyok. Van valami rongyod, vagy valami? Nem, mi van, ne basszál. Na már mind, várjál, most vágást. Vágás, igen. Egyébként néha lehet, hogy beszűrődnek ilyen sikolyok, meg ilyesmi, ez nem azért van, mert ilyen kínzó kamerát tartok itt a szobában. Valaki tőlnek. Hanem mert a gyerekek itt vannak, és gyerekek itt tőlük vannak. Egyébként egy ablak választ el a gyerekektől, és ők meg nagyon játszanak benne. Oh, azt csekkod. Nem már. Az sok. Hú, amúgy tök jó kiül rajta az olaj, nézd meg. Ez szét fogja tépni az arcod. Jó, oda ment egy kicsi. Azaz, már. Jaj, ne! Kíváncsi vagyok. Ennek már beüt az a íze, ez ennek csúnya. Már ebbe olyan. Ennek nagyon ezen a túr, tényleg. Akkor jön a negyedik csapás. Sokkal sárgább.
Sárga habanero és jó. Ez gyengébb lesz, mint az előző. Akkor nem erősségi sorrendben van. Hát... Jó, mondjuk az a baj, neked nem hiszek, mert hát azt mondod, hogy nem erős, az attól még nem biztos, hogy így, az így is van. Az ezelőtt már erős volt, ez folyósabb amúgy. Folyósabb? Sokkal könnyebben kijött. Ah, nekem már most bedugult az orrom, gyerekek. Tényleg gyengébb. Gyengébb. De jó vagy gyengébb. Jobb. Meg jobb, ilyen citromosabb íze van, ez ízlik. Ez tényleg jó. Folyósabb is, az állaga is jobb. De egyébként most... tényleg elég natúr szószok, szóval nincsenek azért úgy nagyon... Szóval nem ez a... Van benne fűszer, de nincs halálra. Igen. Szóval nem vitték el így az ízeket ilyen különböző irányokba, hanem... Csak a sima natúr paprika ízja. Tényleg, de az nagyon hozza. Most is, hogy... Aha, csíp. Nagyon hozza. De nagyon hozza azt a tipikus natúr paprika ízt. Hogy most főzésre ezt te hogy használnád? Mert igazából hát ezek... Ezt nem tudod maximum nem. Úgy, mint én, hogyha szereted és otthon ugye elfogyasztod. Chiliát szószokat bele tudod kajákba kombiózni. Hogyne, szerintem. Persze. Ezeket inkább csak így mellé mondjuk húshoz. Vagy ezek... Én ezt így natúrlan. Én ezt nem raknám bele főzésbe. Igen, én sem. Kajába. Én ezt így fogyasztanám. Jó, talán mondjuk ilyen ezt, meg talán egy bográcsba egy kicsit bele lehet. Akkor jöjjön az utolsó, valószínűleg ez a legerősebb. Igazából ez a három lángos. Brown habanero, batyolókia, seven pot morugos skorpió, de semmi karolina? Hát egészségükre. Nézzük meg. Oh. Ja, ez azért az arcon rúg így elsőre. Nagyon az a intenzív moruga íz. Nagyon durva, ja. És hogy tényleg nincs karolina benne. És mégis. De nem rossz. Ez lett volna a szerb kiruccanás. Úgyhogy köztibi, hogy te is részese voltál. Én kösz, hogy jöttem. Még egyet befalatozom. Még egyet betolok. De amúgy én is érzem. Nem tompul, hogy... nem tompul a fájdalom. Meg ez a durva első érzésre érezni, hogy ez csípni fog. Intenzív, nagyon intenzív amúgy. Meg érzem most, hogy a bőrömet. Onnan tudom, hogy valami nagyon csípős, hogy frankon itt tudod, ahol a bőrömhez ért is érzem, hogy marja. Irritálja. Ja. Ez lett volna a szerb kaland, szerb kalandok. Szerb kalandok? Vagy milyen is van? Szerb kalandok. Vagy szerb pornófilmet fognak forgatni ezzel a címmel, nem? A szerb kalandok. Én forgattam pornófilmet. Ja, az más platformon. Az nem voltam. Az a sárga YouTube-on lesz majd elérhető. Dark webben. Szerintem amúgy tök korrekt szószok. Erősek, jó. Mint az állat. Talpon. Engem meglepett. Ha esetleg valaki tud valami jó szerb ételt, akkor küldje nekem postát. Kösz, hogy itt voltatok! Kösz, hogy itt voltatok! Szevasztok! Szevasztok, sziasztok!